Üdv! Ez itt a Bazsi túrák. Ma vadkempingezni fogunk a Kőszegi hegységben, de hát rögtön az elején elmondom, hogy a környék bemutatása ezúttal elmaradt, hiszen már legalább három videómban jártam itt és beszéltem a Kőszegi hegységről. Ma kicsit személyesebb jellegű téma következik, úgyhogy aki nem kíváncsi rám, az most ebben a pillanatban még kinyomhatja a videót. Aki kíváncsi, az meg tartson velem. Ugyanis ma feltárom a Bazsi túrák legsötétebb titkait. Na jó, ilyen nem nagyon van, viszont egész mozgalmas volt az elmúlt másfél év, és gondoltam, hát a többeket érdekel, hogy indult ez az egész Bazsi túrák őrület. Hogy jött létre a Bazsiverzum? Fényviszonyok miatt lehet, hogy egy kicsit rázkodni fog a kép, ugyanis már esteledik lemenőben a nap, de próbálok lassan menni, és akkor talán jobb lesz. No, hol is kezdjünk? Igazából bármennyire szeretném azt mondani, bár tulajdonképpen egyáltalán nem szeretném azt mondani, hogy ez egyedül az én ötletem és művem, ugyanis nem lenne igaz, hisz pontosan visszakövethető, hogy hol, mikor, mi, és legfőképp ki irányított, még ha persze nem is szándékosan, abba az irányba, ahol most a Bazsi túrák tart. Neveket nem említek, de hát úgyis tudja mindenki, akiről szó van, vagy szó lesz. Talán nem meglepő senkinek, hogy már általános iskolában is a földrajz, és a történelem volt a kedvenc tárgyam, de hogy mindenek ellenére hogy kerültem egy műszaki szakközépiskolába, magas építész szakra, azt igazából én sem tudom, de végül enyém lett az egész iskolában a legjobb földrajzírásbeli érettségi, bár a sok műszaki szakimaki között ez nem volt egy nagy produkció. Na de aztán fősulin, illetve egyetemen már visszatértem a pályára, és ott valóban földrajzot tanultam. Sokan kérdezik kommentben, de amúgy nem ezzel foglalkozom, tehát a földrajz nem kapcsolódik a munkámhoz még. Szóval már dolgozom az újabb pályatévesztésem korrigálásán. Egyébként a családi vállalkozásunkban dolgozom. Maga a természetjárás pedig már hát egy jó 20-21-22 éve az életem része. Akkor kezdtem ugyanis versenyszerűen hegyi kerékpározni, de valahogy már akkor is szívesebben nézelődtem, mint tekertem, úgyhogy nem is csoda, hogy nem vittem sokra, mint bringás. Magas hegyi környezetben először középsuli idején gyalogtúráztam, bár akkor még nem sok fogalmam volt erről az egészről, viszont fősüli, vagy hát egyetem alatt elkapott a gépszí, bár ott valamilyen szinten muszáj is volt ebbe belecsöppenni. És az elmúlt, hát jó 10-12 évben megállás nélkül jövök, megyek. Belföld, külföld, Ausztria, Erdély, bárhova elmegyek, egyedül is, sőt, főleg egyedül. Néhány éve aztán beiratkoztam egy túravezető képzésre, ahol, hát, és minden nagyképviség nélkül mondhatom, hogy
5 perc után tudtam, hogy én a gyakorlatot a kis ujjamból kirázom, mert a terepen elboldogulok, földrajztudásom meg már amúgy is megvolt, ennek megfelelően az írásbeli vizsgán faszán megbuktam. Életemben először buktam meg bármiből is. Szörnyű kudarc volt, egy igazi szégyen. Nyilván nem hagytam annyiban, néhány hétre rá egy másik egyesület ugyanilyen vizsgáján. Simán átmentem az írásbelin, és akkor ugye mehettem gyakorlati vizsgára, ahol a kijelölt pálya és feladatok leggyorsabb teljesítőjeként még külön díjat is kaptam. Úgyhogy helyreállt a világ rendje. Aztán egy idő után, mikor már úgy gondoltam, hogy elég tapasztalatom van, és elég sok helyen jártam, elég sok mindent láttam, éreztem, hogy hát valahogy meg kéne osztani ezeket az élményeket, és a felgyűlemlett információt valahogy át kéne adni. A fotó jó, de nem elég élő, a cikk, túrabeszámoló, hát az ugyan részletes lehet, de az sem él. A filmezés már akkor eszembe jutott, de hát mivel irtóztam a szerepléstől és a nyilvános beszédtől, ez most is igaz egyébként, azért ez szóba se jöhetett. Na aztán lett egy barátnőm, aki folyamatosan nyaggatott, hogy hát akkor is kezdjek már valamit ezzel a tudással, ami nekem van. És egyébként a Bazsi is tőle származik, ugyanis imádtam, végtelenül imádtam, ahogy mondja. De amúgy egyáltalán nem szeretem, ha így hívnak. Nem vagyok már 8 éves kisfiú. De mindegy, ez így onnan jött. Ez a lényeg. Amúgy nem megyünk sokat, körülbelül 3 kilométert, nem sokára meg is érkezünk. Ezt a helyet, ahol táborozni fogunk, már körülbelül 2 évvel ezelőtt kinéztem, és azóta még nem sikerült ide eljutni. Hát eljutni sikerült, csak nem volt idő itt aludni. Na de most pótoljuk. Közben egy alpesi túrán az egyik túratársam Ákos, te nevedet kimondom, talán nem bánod, említette Kobrankót, aki a legismertebb magyar túra videós. Igazi showman, dől belőle a szöveg, és persze közben azért hatalmas sportteljesítményeket visz véghez. Addig nem ismertem, de miután megnéztem egy-két videóját, rögtön tudtam, hogy nekem nincs ilyen beszélőkém, nem is lesz, viszont lexikális tudásom azért van, és szeretek minőségi munkát végezni. Úgyhogy akkor úgy már felsejlett bennem, hogy valami hasonlóra akár én is képes lehetek. Aztán jött a többi túra videós, a másik kedvencem egyébként Passzó. Ő is Balázs. Közben mutatom a placot, ugyanis már meg is érkeztünk. Igencsak békés környék. Itt lenn a völgyben alattunk csak egy patak folyik, vagy csörgedezik, a Bozsoki patak, de jelzett út ott nem vezet, csak a szemben lévő gerinc mögött. Ott van a hosszú völgy, igen, hosszú völgy, a átellenben pedig alattunk a sötét völgy, de az kevésbé forgalmas, meg hát amúgy is éjszaka nem nagyon járnak turisták a környéken. Na de vissza a sztorihoz. Tehát az elhatározás, hogy megmutassam a túráim, az addig számomra ismeretlen, de nagyon izgalmasnak tűnő amatőr túrafilmes műfaj, és a szerelmes indítatás mind közrejátszott abban, hogy eldöntsem, akármennyire is nem szeretek szerepelni, igenis fogok, bazzeg, akkor is. Persze azért nem ment minden egyszerre, jó fél egy év kellett, mire ez így beérett, és elmentem leforgatni
életem első túrafilmjét. Vagyis inkább úgy mondanám, túrafilm kezdeményét. Emlékeimben simább volt a terep. Hát mondjuk talán itt jó lesz, itt ahogy fölértem onnan, és arra lehet tovább menni, itt a Kopasz Domb nevű gerinckúp található, aztán ugye föl, az egészen fölvezet a Kőszegi egység főgerincéig. Na, cuccoljunk ki végre! Szerintem itt valahol jók leszünk. Közben a sátor az hip-hop felállítódott, úgyhogy kicsit menjünk oda, nézzük meg a kilátást. Meg aztán folytatom a történetet, tehát ott fejeztem be, hogy túrafilm kezdemény. Hát igen, mai fejjel teljesen nonsens volt az egész ötlet, ugyanis rögtön közel 40 kilométert akartam megtenni, Szigligetről indulva, többek között Badacsonyon és a Szentgyörgy-hegyen át. Hát a tükörreflexes fényképezőmben az aksi, amivel ugye videóztam, még azelőtt nem erült teljesen, hogy elhagytam volna a Szigliget táblát. Úgyhogy teljes kudarc volt, tehát nem beszélve arról, hogy olyan megszeppenve beszéltem, mint hogyha egy stadionnyi embernek kellene most hirtelen elénekelnem a himnuszt. Hebegtem, habogtam össze-vissza. Hát kiábrándító és rossz élmény volt, röviden és tömören. De tudtam, hogy szar lesz, és szar leszek, mert tudtam, hogy én nem erre születtem, de meg tudom tanulni, és meg is fogom tanulni. És az elején mindenkinek mondtam, hogy ez nem jó, ez szar. És valamiért mindenki azt gondolta, hogy akkor engem most vigasztalni kell, mert nincs elég önbizalmam, jaj, szegény bazsi. Pedig tudtam, hogy majd jó lesz. Tehát biztos voltam benne, tehát nem az volt, hogy nincs önbizalmam, csak tudtam, hogy ez még nem jó, és nem az, amit akarok. Na de a kilátás az ilyen. Biztos nem hallatszik be, de én így hallom a Bozsoki patak csorgását. Nem olyan, mint múltkor a Békásszoros felett a Békás patak, de kicsit hasonlít. Aztán vettem egy kézi kamerát, az első valódi próbálkozások azzal történtek, és ugye a harmadik, negyedik filmemet már fel is töltöttem YouTube-ra. Ez volt a Szentgyörgy-hegyen. Persze a dolgok technikai részéről továbbra sem volt fogalmam, még egész sokáig, de egyáltalán, hogy kell videót vágni, milyen formátumban kell feltölteni YouTube-ra, stb. Így jó ideig hát szörnyű minőségű filmeket sikerült csak feltölteni, főleg így, ha visszanézném, de nem nézem vissza, tudom milyenek. De hát nyilván erről is tudtam, hogy majd ebbe a technikai részébe is csak-csak belejövök, ha bele akarok. Közben azt is eldöntöttem, hogy a Bazsi túrák nem csak a filmekről fog szólni, hanem hogy általában véve egy ismeretéresztő valami lesz, ahol fotókat, rövidírásokat és még sok mást is meg fogok osztani, ami a természetjárással kapcsolatos lehet. És persze nem csak az idézőjeles vásznon, való életben is vezetek majd túrákat, hát ahogy eddig is, ugyanis azokat addig is vezettem, csak most már a saját Bazsi túráimat. A legjobbkor találkoztam a következő barátnőmmel. Úgy néz ki, engem a nők mindig nagyon felspanolnak. Neki köszönhető a Bazsi túrák logó, egy csomó online megjelenés, és még rengeteg dolog, amiről ti nézők nem is tudhattok, de előre mozdította a szekeret, az én szekeremet, de nem is az én érdemem. Úgyhogy elmondható, hogyha, illetve elmondható, hogy
ha valaki jobban hit bennem, mint én, akkor az ő. Ebben az időben vettem a GoPro-t, aztán később a vezeték nélküli mikrofont, hogy még faszább legyen a minőség. Úgy, ahogy megtanultam videót vágni, de csak úgy, ahogy. És nagyjából elkezdett véglegesen letisztulni, hogy pontosan milyen stílusú filmeket akarok csinálni. Közben látom, hogy itt két szöveg kimaradt. Nagy szélre nem kell számítani, de a legyingető szél is meg tudja mozgatni annyira a sátor külsejét, hogy egész éjszaka azt hallgatjuk. Úgyhogy kifeszíteni a sátrat nem azért kell, mert jön valami óriási szélvihar és felkapja az egészet és elviszi. Mindig ki kell feszíteni, ugyanis éjszaka a legapróbb zaj is zavaró lehet, bár tudom, nem mindenkinek, de nekem például igen. Most, hogy igazából még nem vagyunk meg semmivel, csak a sátorral, úgy gondoltam, jöhet a lényeg, és végre felönthetünk a garatra, ahogy egy jó sátrazásnál elvárható, és ahogy kívánja is az ember. Fú, azt hiszem ez lesz a legnyugodtabb hely, ahol valaha vadkempingeztem. Leszámítva talán a hármas határt Felső-Szölnöknél, ugye a szlovén-osztrák-magyar hármas határ. Bár az csak azért volt nyugodt, mert vírus idején volt, és igazából nem is lehetett volna megközelíteni határt. Ennek megfelelően senki nem közelítette meg rajtam kívül, úgyhogy se odafele, se visszafele nem találkoztam senkivel, egész éjszaka egyedül voltam. Na de itt is hasonló lesz a helyzet, az borítékolható. Pont nemrég csinált a hegyen völgyön kaland Gábor, és a Kolos világgál megy is ilyen pofázós vadkempinges videót, úgyhogy most én is beállok a sorba, és lemásolom őket. Most arra pedig elmondhatom, hogy vannak hűséges, visszatérő nézőim, akik mindig várják a következő videót, lelkes követőim, akik rendre bejárják az általam bemutatott útvonalakat, vagy felkeresik az én filmjeimben látott látványosságokat. Rendszeresen érdeklődtök, és megköszönitek, ha bemutatok egy olyan helyet, ami szívetekhez közel áll, pedig hát tulajdonképpen nekem kéne megköszönnöm, hogy nézitek, amit csinálok. Na de ezen nem veszünk össze. Most ennyi érzelgőség és imádott exeim emlegetése után jönne, hogy elérzékenyüljek, de szerencsére azt kivághatom a videóból. És hát a következő is nézés, nem akarom, hogy lássa, hogy sírok. Na de a lényeg tulajdonképpen az, és elnézés, hogy itt járkálok, de itt még úgy, ahogy van fény, tehát egy sor külső tényező, illetve személy kellett hozzá, hogy ez egyáltalán létrejöjjön és működjön, és még mindig csináljam. Hát nyilván én vagyok a főszereplő, én csinálok majdnem mindent, meg mondhatjuk, hogy rólam szól, de a valódi dicsőség az nem az enyém. Én csak túrázgatok és videózgatok. Ennyi. Szóval eltelt másfél év Bazsiverzum létrejöttétől. Ki tudja, mi lesz még következő másfél évben, vagy 5 év múlva, vagy 10 év múlva. Remélem még létezni és működni fog. És
hasonlóan szerencsés módon alakul minden, mint eddig, és hasonlóan jó emberekkel hoz össze a sors, akik előre lendítik ezt az egészet. Szerencsére van térerő, és az egyetlen egy autóversenyt, amit nézek egész évben, vagyis a Le Mans-i 24 órás autóversenyt, élőben nézhetem itt vadkempingezés közben, a papucsomról. Még nincs teljesen sötét, de a GoPro-nak ennyi már elég, úgyhogy jó éjszakát kívánok, holnap találkozunk. Ami pár másodperc múlva el is érkezik. Jó reggelt kívánok! Életem legfaszább kintalvásán vagyok túl. Bár ugye tegnap volt róla szó, hogy a talaj az kifejezetten rossz. Tehát valahogy mégis sikerült azt az 1,5 négyzetmétert megtalálni, ahol pont jó. Éjszaka nem történt semmi, nem járt semmi és senki. Csendes volt minden. Táj pedig ma is szép, sőt, még szebb, mint tegnap, hiszen már megsüti a nap. Na, mire összeszedem magam, dél lesz. 8:30 múlt. Lassan indulni is kéne. Úgyhogy most szépen összepakolunk mindent. A lámpám, az még itt van. Jó. Fontos, hogy lehetőleg ne vigyünk haza semmilyen. Semmilyen élőlényt, bár ott benn van egy moly lepke, de annyi elfér, hát szegény. Na. Szövegek kiszedésénél óvatosan járjunk el, ugyanis én már vágtam el így az ujjam. Ezzel a résszel, nem ennek a sátornak a szövegével, egy másikéval, aminek ez éles. És így szépen beleállt az ujjamba. Fú, közben érződik, hogy ma is igencsak meleg lesz, úgyhogy már csak ezért gyorsan el kell indulni. Ne kell itt a melegbe caflatni. Jó megoldás van ennek a két csuhának, bár nyilván máshonnan vették, hogy így rögzül a cövek a sátorhoz. És van egy ilyen kis szíja is neki, úgyhogy ez így egy csomagba megáll. Nem kell vele bajlódni. Most azt, hogy szoktam összeállítani, ezt megmondom őszintén, már el is felejtettem. Amikor legutóbb sátraztam, akkor se ezt vittem, ugye emlékszem. Úgyhogy jó kérdés. De hát feltételezem, hogy valahogy így kicsit nagyobbnak tűnik, mint kéne. De majd csomagba összemegy. Tökéletes. Na! Sátor megvan. Nem kötöztem össze. Na mindegy. Megmondom őszintén, nekem nagyon tetszik ez a megoldás, hogy van két szíj, és akkor mindkettővel tudsz rajta húzni, hogy még kisebb legyen a csomag. Nagyon ötletes és nagyon hasznos, és többi gyártó is eltanulhatná, vagy alkalmazhatná.
Kaja. Mi van még? Papucs. GoPro-s felszerelés és a többi. Na, ha ez mind megvan, el is indulhatunk abba az irányba. 9 óra ilyenkor már javában úton szoktam lenni, de mondjuk az is igaz, hogy ma olyan jól aludtam, hogy 7:30-ig aludtam. Ennyit még otthon sem szoktam. És ugye, hát 9 körül, mikor már teljesen sötét volt, már ágyban voltunk, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok. Itt van még egyszer a tegnapi kilátás, amit mutattam, és lehet, hogy már sötét volt. Alattunk a Bozsoki patak. Egész éjjel hallottam már, mint amikor felfelébredtem, hallottam a csopogását. Nagyon jó volt. Most pedig azt csináljuk, hogy itt felkapaszkodunk ezen a gerincen, elmegyünk a kopasz domb mellett, aztán teszünk jobbra egy kanyart, megkerüljük ezt a gerincet, tehát ezt, ami itt előttünk van, ott mögötte az a magasabb, az egy másik, és a kettő között megy a hosszú völgy, azon fogunk visszaérni Velembe, mert tegnap elfelejtettem mondani, hogy természetesen, mint minden, majdnem minden Kőszegi hegység bentett túrámon, ezúttal is velem volt a rajt és a cél állomás. Elhagytuk a 600 métert, de még van előttünk szintkülönbség, ugyanis a jó 720-730 méteres magasságig még fel kell kapaszkodnunk. Alattunk, előttünk a Bozsoki patak völgye, és a forrása is itt található, az úgynevezett szénégető kutya, valahol itt a dzsumbiban. Itt egy kisebb fajta kilátópont. Igaz, főleg az erdőt látni, de hát igazából nem baj. Itt pedig egy 1925-ös, hát talán háromszögelési pont lehet, határkőz ez, túlságosan is bent van, odébb fut a trianoni határ. No, ide így ki lehet állni, és akkor íme hosszú völgy, ebbe fogunk hamarosan leereszkedni, illetve már ereszkedünk is. Jó kis hely ez. Tegnap lehet, hogy kicsit túlzásba vittem a hálálkodást, de hát én mindig azt nézem, hogy honnan indultam, és az a honnan, az a nulla. Tehát oké, túrázásban otthon voltam, meg tudtam különböztetni a bazaltot a mészkőtől, de az összes többi, ami a videózáshoz kell, meg a youtuberkedéshez, az közbe jött, és igaz, hogy még csak 1000 valamennyi követőm, meg feliratkozóm van, de nullához képest az azért, most olyan azt mondtam, hogy 1000-szer több, de az még mindig csak nulla, inkább úgy mondom, hogy 1000-re több. Hát igen, úgyhogy így készült a Bazsi túrák, így teremtődött, így jött létre. Köszönöm minden állandó nézőmnek, meg azoknak is, akik csak hébe-hóba nézik a videóimat. Isten tartsa meg jó szokásotokat! Ezzel talán mondhatjuk, hogy ki is fingott a téma. Újabb évértékelő, illetve másfél év értékelő. Másfél év múlva várható. Ha csak nem történik addig valami extra dolog. Na jó,
Szevasztok!